Na, megpróbáljuk ezt a kocsit elhúzni. Viszont nem tudok beszállni előre, mert az ajtók nem nyílnak. Úgyhogy az van, hogy... Hú, bazd meg. Kicsit meleg van. Megvárjuk azt a gépjárművet. Közben képzeljétek el, mit találtam a rádióban. Perui muzsikát, úgyhogy kell egy kazettás rádió. Húha, megindultunk. Ú, Peti, állj! Állj! Buta vagyok, elfelejtettem a kormányzárat. Úgyhogy bedugom a kulcsot a gyújtás kapcsolóba, jó? Még mielőtt nekikanyarodnék az oszlopnak, kormány nélkül. Ha minden igaz, akkor... Jó, kikapcsoltam. Mehetünk. Ja, Istenem. Ez van. Csendben vagyok, mert ilyenkor koncentrálok. Oké, mehetünk. Ja, itt is maradhat. Jó, ezt a kazettát elviszem. Ja, Istenem. Találtam a lejátszóban izét. Pakácsuk. Tek, vagy mi a faszom. Szerintem ezt még apukám vette régen a Mihály napi vásárba. Peru, Bolívia, Ecuador. Tudod, ezek ilyen kondor, pászál. Ú, ezen nagyon jó zenék vannak. Szereznem kell egy kazettás magnót. De nem úgy, hanem ilyen tudod bedugni a hálózatba. Milyen jól mutat a Ranger-be? Ja, amúgy tényleg. Hú, de kemény. Ja. Na jó, Petya, akkor hozd a Suzuki-t kérlek, drága barátom, azt már fel se veszem, mert az már annyira nem izgalmas, mint ez. Amúgy... Mi lenne, ha ideállnánk az UAZ-zal, meg a izékkel, és oda tennénk be a Suzuki-t? Meg tégy úgy, és vágjuk ki innen ezt a fát. Ez egy úgynevezett ecetfa van hozzá, orfűrész, favágólap. Hát ebből nem lett versenyautó, Peti. Azt terveztem pedig. Csinálok belőle, tudod, egy játszós autót. Tehát ki a fasznak van erre ideje? Nekem nincs. Úgyhogy sajnos visszaadom az autót annak, akitől vettem. A gyerekkori barátok, vagy ismerősök, játszótársak vagyunk. És tőle vettük, mert ő autókereskedő lett még 2004-ben. És akkor most mondtam neki, hogy én ingyen és bérmentve neki adom, visszaadom az autót, amit tőle vettünk, 220.000 forintért 2004-ben. Ja, kemény volt. Na jó van, gyerekek, legyetek jók, meg szobatiszták, mi meg sakkozunk. Na, kellemes magömlést mindenkinek, cső. Hú, de melegem van.